Nyíregyháza ebben az évben ünnepli újratelepítésének 271. évfordulóját. Ennek alkalmából a Kellei gyűjtemény dolgozói úgy gondolták, hogy egy időszaki kiállítással csatlakoznak a megemlékezéshez. Így született meg a Nyíregyháza összekötő ötlete. A magángyűjtők által adományozott tárgyakat a múzeum saját darabjaival is kiegészítették. Dr. Jakó János nyugalmazott főorvos gyűjteményének a gyűjteménye az egyik része a kiállításnak. A családja ajánlotta fel, hogy szívesen kiállítanák ezeket a tárgyakat, és ez volt a remek lehetőség rá, ugyanis a Jakó főorvos gyűjteményében van nagyon sok képeslap, ami Nyíregyházát ábrázolja, és ebből mi 36-ot kiállítottunk most a kiállításban. Ugyanakkor felajánlott még különböző első világháborúból származó mozsarakat, valamint első világháborúhoz kapcsolódó bögréket, csészéket, illetve a Nagy Magyarország területéről származó, fürdőhelyekről származó poharakat. És ez volt az alapja a kiállításnak, amit mi kiegészítettünk a saját gyűjteményünkkel. A kiállítás címe sem véletlen. Jakó főorvos Bársáros Patakon született, Nyíregyházánél, és az itteni kórházban dolgozott. A Kellei gyűjtemény anyaga pedig Rómából és Bécsből származik, abból a korszakból, amikor Nyíregyháza a polgárosodás útjára lépett. Egy olyan évet láthatnak a látogatók, amelyek megmutatják azt, hogy a város, amikor igazából átvette a vármegyei szerepet, mekkorát fejlődött. Akkorról vannak ugye a evangélikus templomon kívül az első épületeink, amelyek mind a mai napig láthatóak. Ezek a tárgyak egy olyan szimbolikát tesznek elénk, amelyek tényleg a város összekötő jellegét mutatják meg, hiszen a 19. század végétől a város igen erős regionális piaci központ volt, ahonnan a Kárpátaljáról, a Parciumból, északról, a hegyekből jöttek le árusok, akár vásárolni, akár pedig eladni. A nyíregyháziak sokszor jártak fürdőkbe, és ott vásároltak ajándékokat. És bár a kiállított tárgyak nagy része dísztárgyként funkcionált, fontos üzenete van a mai kornak. Ezek ugyanis kézműves, aprólékosan elkészített egyedi darabok, ellentétben a mai kor tömegtermékeivel. A kiállítás célja, hogy erre is felhívják a látogatók, elsősorban a fiatalabb generáció figyelmét. De más programok is várják a kicsiket és a nagyokat egyaránt. Május 21 és 24 között egy gyermeknapi programsorozattal várjuk a gyerekeket. Hál' Istennek nagyon sok óvoda és általános iskolás tagozat jelentkezett. Kis állatcsimogatótól kezdve érdekes programok, múzeumpedagógiai foglalkozások lesznek. Majd június 14-én nyitjuk a pénztörténeti kiállításunkat. Ebben a Budapesti Pénzmúzeum és a Magyar Nemzeti Bank partnerként is közreműködik. És június 22-én pedig a múzeumok éjszakája, ami a pénzről fog szólni, hiszen ez a kiállítás anyag adja az alapját, de minden ami pénzzel kapcsolatos kicsiknek és nagyoknak izgalmas programokkal lesz tele. Sőt, meg lehet említeni, mert már igen mondott, igaz, hogy ő más oldalról közelítette meg annak idején a pénzzel való kapcsolatát, Ambrus Attila Viszkist is meghívtuk, jelen lesz ezen a programon, korongozással be akarja vonni a közönséget is ebbe a kerámia készítésbe, illetve egy kis ilyen beszélgetős talkshow műsort is szervezünk vele. A Nyíregyháza összekött című időszaki kiállítás június 7-ig látható a Nyíregyházi Kállai gyűjteményben.